mindig extázisban vagyok, ez egy óriási élmény. Szerintem nekünk ez felér egy győzelemmel, azért Ferencváros ellen, aki bajnoki címre törekszik, koncert és számunkra, ez egy hatalmas dolog. Mérkőzést nem kezdtük jól, de úgy gondolom, hogy utána belelendültünk, és tényleg elhittük azt, hogy van itt keresni valunk ezen a mérkőzésen. Igazán 3-11-en nem sokan gondoltak volna, hogy itt elhúzszunk. Igen, ott kicsit bealaptunk az elején, nem tudom, mi történt velünk, de utána felvettük a meccs ritmusát, és tényleg utána úgy voltunk vele, hogy igen, itt pontokat tudunk szerezni. Nem, de a Győrt is sikerült már megszorogatottunk, nagyon sokáig jól tettük magatokat, elhittétek emiatt is a meccs előtt, hogy ez összevetett, nem tudom szerint. Igen, itt már a Győr elleni mérkőzés után már arról beszéltünk, hogy tényleg vissza kéne nyerni a pihenő előtti formánkat, amit úgy gondolom, hogy most valamilyen szinten sikerült is, és tényleg ez egy óriási dolog, egy hatalmas dolgot vittünk most végül. És neked egyébként amiatt mennyire különleges a Ferencváros ellen játszani, mégiscsak a bajcsapat Nagyon érdekes érzések kavarogtak bennem, viszont nőttem fel, jó pár évet eltöltöttem ott, de úgy gondolom, hogy vagyok olyan erős, hogy ezen túl tudom tenni magam. Kicsit más téma, a válogatott is akartam kérdezni, hogy tudjuk, hogy neked célod, hogy visszakerüljön, de mit gondolsz most, hogy a kapitányváltás történt, mennyire változtak meg az esélyeid? Hát ezt majd a kapitányok eldöntik, de hát én tényleg megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy visszakerüljek a válogatottba. Igen, ez a célom, úgyhogy márciusban meglátjuk, én megteszek mindent. Szeretnél akkor az olimpiai selejtezőt? Természetesen a vágyam egy olimpia, hisz én eddig folyamatosan lemaradtam az olimpiára, úgy gondolom nekem ez az utolsó lehetőségem, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy sikerülni fog. Köszönöm szóval, hogy elegább is Danyikával lehetek a legbízott szövetségi kapitányok. Én örülök neki, hogy magyar szövetségi kapitányok lesznek. Gáborra ugye nagyon sokat dolgoztunk együtt, ismerjük egymást, hát Danyi Gáborra meg az NB1-ből ismerjük egymást. Meg a junior válogatott volt, hozzátegyem. Hogy érzed magad egyébként itt az MTK-ban? Nagyon jól érzem magam, és így, hogy tök jó mérkőzéseket játszunk, és azért így jó kedv, meg minden. Úgyhogy tényleg jó itt lenni.